Esefezés után pedig is Fortnite fog következni, csak most a kooperáció miatt is, meg amúgy is, hogy a célt is kicsit erősítsem, belehúzok az esefezésbe, szóval most a reggeli ébredezés mellé egy kis esefet kaptok majd, és utána pedig jöhet majd a fortizás ezerrel. Be van kapcsolva, vagy ne lenne bekapcsolva. Na, jó. Ezzel kezdjük. Pontosan, Vitya, hallod? Nem tudom, te mennyire tolod, vagy nem tolod. Engem nagyon beszippantott. Itt egy új C-ta kérelem, ezt is elfogadtuk. Hatvanegyes vagy? Na, van új soti, Réka, na, király. Nem tudom, hogy vagy, meddig vagy, vagy dolgozol, Réka, most reggel? Vagy tudsz majd lenni? Csak gyors le kell fejlesztenem, elküldjük ide az embert, meg nyomunk egy portját, vagy várja, megnézzük a dicsőséget, hogy 250, akkor mi lenne, ha inkább elküldeném fightolni így az embereinket? 45-ös, 112, 115, ó, hát ez instant win. Nobir nélkül élem, előtte nem jár. Na, helyes hely, ugyanígy vagyok vele. 5 perc után meeting, ó. Hát jó étvágyat, aztán max nézed, hogy hogyan kell pro szinten játszani Fortival. Nem, tehát nagyon kicsit még nagyon reggel van. Kéne egy fodrász is, olyan fejem van, hallott, egy hat másiknak, és hát nem tudtam elmenni fodrászhoz. Nézet az a srácok, hogy kellett volna egy kis fodrász, de majd valamit intézek. Szia, Bobby, jó reggelt. Szép jó reggelt. Holnap indul a kis nyereményjátékunk, erről beszéltem nektek, ugye? Mondtam, tegnap emlegettem. Többieknek is mondom, majd Slim, Vitya, minden Réka, mindenki, aki itt van, Poppy. Holnap lesz ez a Raid Shadow Legends-es mizéria, egy hétig fog tartani, és hát ez is egy ilyen kooperáció, de csak egy hét és egy streamet kértek tőlem, hogy ezt nyomjam le, és az a lényeg, hogy úgy fogom ösztönözni a srácokat arra, hogy mindenki húzom föl, nem csak egy, hanem akár több karaktert is X szintig, ami szerintem egy ilyen 10 perces móka, nem több, hogy lesz majd nyereményjáték. Ezzel kapcsolatosan, hogy akik megcsinálják a karaktert, és Discordon lesz majd egy ilyen szoba, és oda, amit bemásolnak, és akkor mutatják, hogy tényleg ők felhúzták azt a karaktert arra a szintre, részt vesznek majd egy nyereményjátékon. Minden tervezek, minden lesz, csak ma lesz ez lefixálva. Szóval még nincs semmi info, pontosan ma lesz stream után ez majd lesírozva. És utána tudok majd ez úgy benne részt venni. Hogy vagyok azon kívül, hogy fáradt vagyok? Azon kívül meg vagyok, Poppy, csak nem tudom, most így múltkor. Múltkor sikerült bepótoljam a mozis hiányomat, megnéztem a Batman-t, megnéztem a rohanmentőket, sőt, megnéztem a Sikolynak az ötödik részét, ami szerintem elég jó lett. Szevasz, Kozip, jó reggelt. Szajaszintű. Levered. Anny, nem vagyok annyira lemaradva a filmek terén, végre sikerült szó bepótolni. Ott is van a 100-as szint. You can find the arcane toilet key now. Throw precious items in the toilet every day and gain equipment for your companions. Király, a misztikus klotyó. Ez az. Jó. Megint megtámadtak minket? De folyamatosan megtámadtak, ezt nem hiszem el. Thank you.
én is összeszedem itt a cuccokat gyorsba. Sikolját, nem tudom, ma már nehezen tudnám magam rávenni, hogy megnéztem. Nekem tetszett. Abszolút, egy csomó karaktert vissza, sőt, majdnem mindenkit visszahoztak a sikolyban. Jó volt a koncepció. Én a mondó vagyok, hogy szerintem. Szerintem jó lett. Fél, aki szerette a régi sikolyokat, annak a mostanival se lesz baj. A Batman meg megint egy olyan dolog, hogy teljesen előről kezdték az egészet, és egy alapot adtak ennek a franchise-nak, ami szerintem nem rossz. Mert egyik Batman, jó, talán a Batman Begins volt, aminek volt úgymond kezdete. Az nem volt rossz. Ja, sőt, annak volt kezdete. Csak az megint más. Tehát teljesen másképp értelmezték a Batman. Nekem tetszik. Minden film ízlés és pofonok? Amúgy igen. Jó, azért vannak olyan filmek, amire konkrétan, tehát tök mindegy, tehát ízléstelen, hogy mondjam, vannak olyan filmek, ami nem. Most így hirtelen nem is teszem be, most mondhatnám a Sharknadót meg ezeket, de tényleg végig is ezek is olyanok, ami annyira zsénéri zsíp kategória. Nyolcas, kilences... Ó, mágus torony, ez 7-es, mi kell hozzá? 41 ezer. Jaj, de szétmegy a fejem! Halló! Holnap hideg vagy meleg front lesz, vagy milyen frontok lesz? Good morning. Jaj, kéne pörgetni. Nyilván vannak a közönség kedvenc filmek, amire mindenkinek feláll, és vannak azok, amik borzalmasok. Én filmet, amit megnéztem moziban és megbántam, az egy volt. Amire így nagyon emlékszem, az a ötödik hullám. Talán ötödik hullám. Tehát arra emlékszem, az olyan szinten átbaszás volt a porondon, meg palánkon, megnézem a trailert, és úristen, mondom, ez a film, ez rohadt jó lesz. Mondom, ez a film, ez tudja, hogy rohadt jó lesz. Bejöttél a moziba, és nem tudom, szerintem az első 3 percben lenyomták azt, mi a trailerben jó volt, és a többi meg ilyen kacsvasszar. De meg kéne újra nézzem, hogy még egyszer így elítéljem, de ott arra emlékszem, hogy majdnem felálltam és kijöttem a moziból, az annyira szar volt. Az a pocokfejű csajci játszik benne. Kis alacsony szőke. Hát annó, amikor még... Excel-mel együtt voltam akkor, tehát még amikor Twilight-a kijött akkori barátnőmmel, igen, ott konkrétan mondom, jó, akkor most leülünk és megnézzük. Tehát én mondtam, hogy leülünk és megnézzük az összes Twilight részt egymás után. Kíváncsi vagyok, hogy mi a faszt esznek ezen a filmen. És nem is tudom, melyik rész volt az, amire azt mondom, hogy tetszett. De tetszett a túlzás. Talán az első rész, azt mondom, hogy elment.
De a többi aztán meg olyan szintű... Hát főleg az a csaj. Úristen, Bella. Engem felbaszott, hogy van ez mekkora egy ribanc, ez a csaj. De úgy élesbe hátulról, tényleg. How do you do that? Hogy folyamatosan szivatja a pasikat. De ilyen pasi szivatós filmből nem is egy van. Hát az egyik a Twilight volt, amire rá lett építve, és ez felkúrt, hogy komolyan az csaj, hogy lett ekkora fasz, hogy két csávot így élesbe húzza a mézes madzagot. A másik a Éhezők fiadala volt, amiben ugyanezt bejátszotta Pitával az a ribanc, Katniss. A harmadik meg a Maze Runner, az útvesztős tököm három részben, és mindegyik ilyen három részben álló film volt, nézőben három rész álló film volt, ahol a csaj szarás szopadott egy csomó pasit, és így engem konkrétan tökre tetszettek a filmek szó-szó, de ez a rész annyira felbaszott agyilag, hogy így nem tudtam tőle elvonatkoztatni. Mondom, miért kell ilyet belerakni? Téged szeretek. Nem, most téged szeretlek. És így, kösz. Tudjuk, honnan tanulják a hűtlenséget? Jó. De az érdekes, hogy egy csomó olyan középkategóriás film van, ahol a sztoriban az van, hogy a pasi izé félre kell fél, és egy másik csaja van. De az ilyen hosszabb távú filmek, amik nem egy, hanem három részt átölelve csatlakoznak egymáshoz, ott majdnem szinte csak olyan van, ahol a csaj nyomja több pasival. Nem? Pókember, bazd meg, tessék. Még az abba is. A rohadt pókemberbe. Ugyanez van. A legelső pókemberbe. Chori Peter. Egyszer ezt szereti, egyszer azt szereti. Köcsög Mary Jane, az mekkora ribanc volt benne. Az ugyanez volt. Sőt, az még a kezdete. Ma már mindenkit. How do you do that? Tehát az múltkor néztem meg előre az összes pókember. Tehát ahogy felkészüljek így a harmadik részre, ami most jött ki. És ugyanúgy felkúrtam a csajon magam, hogy ezt nem hiszem el, hallod? A csaj így húzza a mézes mancagot mindenkinél. És így egyszer őt szeretem, egyszer őt szeretem. Na! Szóval, most, hogy itt állunk, és drága kőbányát is kellene fejleszteni. Ó, és csak. Aha, akkor még meggondoltam magam, még gyors kitámadjuk, amit lehet, és felfejlesztem a dolgokat. Hát sok törődés van, de ezeket nem is tudom, miért így írják meg. Na mindegy. A héten még nézegettem, még mindig nem lesznek nagyon olyan megjelenések, srácok, ami érdemre való lenne. A jövő hetet meg nem tudom. Most ez ilyen kuplalós hónap konkrétan, nincsenek nagy játék megjelenések. Ti tudtok a közeljövőben megjelenő játékról, ami érdekes lehet számotokra? Most így áprilisban, vagy május elején, mert én nekem nem nagyon van most így a szemem előtt semmi ilyesmi. Ezen a héten biztos nem lesz, mert néztem is. Nem nagyon találtam. Oké. Na, jó, van 50 ezrünk. Mennyi egy ilyen csarna felhúzása? Na ne, konkrétan 50 ezer kéne, hogy felfejlesszem az erőd a 10-esre. Lehet, hogy az kéne amúgy. Lehet, az kéne. Várjál. Dóra a felfedezős játék jön ki mobilra. Micsoda? Dóra a felfedezős. Az mi a tök?
Hát egy van, amit tegnap előtt jelent meg, vagy mikor az asszaszinos felülnézet, de közelnézet is, nem tudom, az már milyen style, ilyen ninjázós. Az egy vagy két napja jelent meg. Ah, Kozip jössz majd Fortnite-ra, most nézem. Kozip már a váróban nyomja. Jó, én is belépek a váróba. Dóra a felfedező, ismerős. Tehát a címe az így... Ismerős. Kevén egy fél óra, Kozip is toljuk. Ahogy jó. Az ilyen mekkorákat üt. Most a lóvére... A klotyókulcs nincs meg. Nincs meg a klotyókulcs... Na jó! Beszerezzük a klotyókulcsot. Na, az Evil Dead. De az meg múlt is. Figyeld! Én az ilyekre vevő vagyok, tehát ha jöttek az ilyen gémekre, csak azt meg kell venni. Tehát én azt tolom veletek simán az Evil Dead-et, de az múlt is. Sniper elég. Nagyon, nagyon jó. Rossz hely. Mit rossz hely? Ja? Misztikus klotyó feloldva. Ez az. Végre van budim. Hol van még a születésnapomon jelenik meg a PlayStation-ös mágusos csajos, az az, ugye? A Forspoken az az. A kis csajszi a jövőből a lovakorba kerül valamivel, ugye? Az az. Na az kurva jó. Az jó. Az jó. Az jó. Igen, a posztálon gondolkodtam, de az kicsit ilyen... nem tudom. Mi? Aztán megtaláltam a klotyókulcsot. Azért a posztát félek streamelni. Tehát... nem tudom, jó, biztos lehet, figyelj, ha Twitch-en streamelik, akkor lehet. I have some interesting tasks for you. De az elég vulgáris, nem, hogy lehugyozol mindenkit, meg szarra dobálod őket, meg mit tudom én is, ez még a lájtosabbik, amit mondtam szerintem. Amúgy jó, még jó, hogy 18 pluszos az ki. Jó, hát a régi posztát azt szerettem, azzal mindenki játszott, szerintem. A régi posztál az... Hey you! Yes, you! Azt hiszem kötelező darab volt mindenkinél. Pillanat. Gyors. Reagálok már a DC-re. Simán lehet rakni 100 órát. Amúgy nem, Kozip. Tehát, én szeretném ezeket, tegnap, amit elkezdtünk, félig meddig sikeres volt, félig meddig nem, tehát azt vettem észre, hogy a játék elején nagyon sok embert érdekelt, a végére már kicsit így hanyatlott a lelkesedés, de ez annak is köszönhető, mert nagyon sok az átvezető, átkötő a tegnapi The Order-be. Szerintem nagyon jó az a játék. Iszonyatosan jó, és so most fog felpörögni a game. Szóval most tartok majdnem a felénél, és a felénél kezd a játék egy évben felpörögni. Hello. De én szeretem az ilyen gémeket így elkezdeni, befejezni, meg vannak cuki gémek. Annyi, hogy most
még gyors le kell pörgetnünk az SF-eket, mert le vagyok maradva, még kell nyomnunk 5 SF streamet ebben a hónapban. Mellette a Fortnite az engem nagyon kikapcsol. Tehát, meg szeretném is, hogy csináljátok a Fortnite-os klippeket, és a Twitch válogatásba bepasszintani. Most néztem, utoljára 5 napja volt oda rakva a klip, azt is Aquila rakta oda, szóval a Twitch válogatás DC-re, hogyha tényleg valami menő minőségi Fortnite-os klippet tudtok csinálni a streamből, azt nyugodtan dobjátok oda. Például ott van az a táncolós, ugrálós, azt nem is tudom, amikor mókuspofaikkal nyomtuk a menüben, az nekem tetszett. Azt simán fel lehetett rakni. Rajta vagyok már ezen. Most is Nixeri küldött nekem, csinált egy montást, de még nem volt időm megnézni. Ma fogom azt is megnézni, hogy az hey, hogy sikerült. Mert most ezeket is kéne egy kicsit boostoltatnunk, hogy minél több. Szia Attila, jó reggelt! Hogy minél több emberhez menjen el így a dolog. Koncepciót váltunk, élesen. Jó lesz. Jó lesz. Ó, kaptam jutalmat is. Good morning. Azért elég betesz. Ó, de még nem kerestünk semmit, na várjál. Hát... Érted, 50 ezer kő kell hozzá, és van 49.585, olyan lassan adja azt a szart. Adjál már követ! What do you want? Bár simán lehet ebből is követ szerezni. De még nem ott tartunk. Oké, már ezekből is lehet követ szerezni, nem? Lassabb azért, igen, annyiból jó, akkor, hogy kapjuk a gombákat. Na várjál. Hatos. Hát ez már 10-es, ez már nem lesz meg szerintem. Ja. Fénynél. Oké. Okay. Ezek sok XP-t adnak amúgy. Mondom én. Hát, ha hatos az már... Pont meg. Legyen meg. 103-as szint, király. Mini Pokémon. Ilyen valami új Pokémon game. Meg akartam kérdezni, hogy ti mennyire élnétek az ilyen Pokémonos játékot? Mert Switchen szemezgettem vele. Csak én nem tudom mennyire... Mennyire értenék hozzá, vagy mennyire bonyolult a Nintendo Switch-ra a Pokémon-os hír? There's no rush. We still have all the... Szemezgettem vele, de nem tudom, hogy... Nehéz, jó, nem jó. Attól még lehet bonyolult, gozik már ne haragudj.
raktál már össze 5 éves gyereknek készült kis logikai gémet fizikálisan. Vannak olyan dolgok, amik nem passzolnak, kifognak rajtad. Nem rosszak. So exciting. Csak egy vagyon, mi? Mindjárt megnézem, mennyibe kerül. Várjál. Nintendo Switch Pokémon Store. Melyik a legújabb Pokémonból? Ez a Pokémon Legends? Melyik az új game, srácok? Itt van egy Legends. Az lenne az? Wow. Sáledben? Kíváncsi vagyok rá. Az én agyam már amúgy sem működik, nem tudom, miről beszélsz. Do you need anything? Nem tudom, tényleg nekem... Én régen néztem sokat, amikor... Még pár éves voltam. De... Én még a pixeles game-en nyomtam, ami a 2D-s oldal nézetes volt, tudjátok. Na, én azt toltam. Az megvolt. De ez az új fajta, ez abszolút kimaradt. Hello. Tudod, mit kéne Switch-en végig tolni, ami most meg is van? Nem az Zelda-t, mert a Zelda nekem az nagyon még, nem tudom, annyira... Hú, a Zelda az nekem nagyon kemény dió, tehát az... Viszont megvan a Luigi. Az megvan. A Legends a legújabb szín. Good morning. De igen, a Nintendo Switch-et is fel kéne támasztani. Toljunk pár ilyen gémet. Over here. A vicces, amit pont írtak a Nintendo-tól, hogy megvan nekik a Tormented Souls, vagy kiadják talán a Tormented Souls most Nintendo Switch-re, és hogy érdekel a játék. Nem mondtam rá semmit, mert mondom, PC-n sem nyomtam még végig, bár most már Slim felhívta a figyelmet, hogy van hozzá magyarosítás, szóval kiadták, ergo le fogjuk magyarosítani a Tormented Souls-t, és be fogjuk fejezni. Igen, a mansion, vagy mi a tököm, a harmadik része. A legújabb kozi. Looking for a task? Azt annó elkezdtem, szubaton a stream által. De aztán nem lett folytatva, és... Lehet, hogy kéne folytatni, vagy elkezdeni úgy előről. Már kevesen streamelek nagyon... Switch-es gémeket, azt vettem észre. Enough of words. Good morning. Gyors kérdés, látok, telón az SF az hogy működik? Nekem nem rakja ki teljes képernyőre. Tehát nekem ilyen hülyén van megcsinálva. Elbasztam én valamit, vagy újra le kell töltsem, vagy ez egy szar verzió. Tehát nekem ilyen piciben van így. Jó, el lehet forgatni, de az meg úgy, tehát... Jó, mert teljes képernyős módban. Igen? Itt nálam lesz a gond. De majd megpróbálom majd valahogy átimportálni, az hát, ha jó lesz. Meg kéne most már csináljam, hogy
Múltkor nem volt jó, leszettem, visszaradtam, de ugyanez ez volt a felbontás. We can help each other. Rájöttem, hogy az S21-jel azok annyi baj van. Egy csomó minden másképp működik rajta. Most ez a frissítések miatt van, vagy csak alapjától újra kéne rakni a telót. I know you feel honored to work for me. Jaj. Az a kávé még nem nagyon segített. Ez a sok legendás cucc, mint ilyen quest. I have a wicked plan. Na még ezt a switches dolgot még átgondolom. És hogy kellene? Good morning. Jött a Fortnite-hoz frissítés? Srácok, amúgy. Gyors, kérdezem már. Mert hogy nem nyitottam meg az Epic-et már vagy 4 napja. És akkor azt még le is kell frissítenem. Ha jött hozzá valami. Good morning. Mi volt az a szem? Ide vele. Köszi. Jó. Good morning. Jöhet. Did my amazing reputation proceed? Az igen. Mekkora kriteket kap. I only sell the best. Good to see you. Bossy? Current item is enchanted. Tartás, páncél. Kezdjük el szétszedni a tárgyakat, hogy... kapjak pár menő dolgot. Ez az. Oké. Azt a 49.814, nem hiszem el. Jaj. Na várjál. Ide ezt még tudom fejleszteni. 6-os szint. Meg lesz vajon? Ott is van. Aha. Nézzük. Hát, ez már túl erős. Nem, az már túl erős. Aha. Ez meg lehet még simán, és akkor... 10-es. Á, erős nagyon. 10-es, 10-es, ez már mind 10-es, picsába. Ha? Jó, akkor... Good morning! Na várjál. Kicsit gyorsabban, gyorsabban kéne. Honnan tudnék még követ szerválni? Okay, that's enough. Ez már nem sok. Menjünk a kazamatákra, de... Várjál! Megnézzük, hogy... dob-e valami új cuccot. Már nem hiszem. A dungeon az már nincsen, ugye? Ja, be van zárva. Dungeon már nincsen.
cuccot nem tud dobni. Meg nem is fog szerintem. Még egy darabig. Akkor megpróbálunk költeni. 737. Kicsit költünk az erőre. Százalék. Jó. Jó. A sepszis az lehetne sokkal, sokkal több. Van frissítés hozzá? Hány mega? Mestert is elkaptuk, király. Your arena got spectators. Improve your arena to gain mighty runes. Oké. Lecsaljuk 24 órával. Igen. Bam. Veszünk egy ilyet. Hát, maxoljuk. Az elején már maxoljuk ezeket, oké. Vissza ide. Erre teszünk ennyit. Megpróbálom megcsinálni a kazamatákat, de még a HP-nk, ameddig egy szinten van, ami jó lehet. Na, találd már nem. Öcsém! Mekkora egy... Ügyesség és értelem. Az a baj, olyanokat ad rohadtul, ami nekem nem kell. Kitartás. Semmire nem megyek vele. Itt adjunk akkor a HP-jára egy picikét. Így. Ha. Új, jó nagyokat itt. De mi is? 7-es. Tudzból meg nem, nem ad olyan jól, sajnos. Meg lesz az, meg lesz az. Vagy nem. Tíz. Ügyesség, értelem. Hát, nem, de ez nem kell. Ez is, mert ez is be. Next. 180-as. Még már több mint 2 millió HP-ja van, ez már nem hiszem, hogy meg lesz. Van nagyon erős. Ha bejönne 2-3 crit, akkor... Na végre! Odafigyeljé! Aha... Aha... Tehát már most nagyobb a sebzése.
A HP-m az kevesebb, de ebbe dobok egy drága követ. Ebből kiveszem a drága követ. Hozzáadom. Wow. Na, 81 ezer. Király. Király. És hogyha így rámegyünk erre, vagy venős így, hanem még ezen felül is erre teszek kicsit a sebzésre, meg egy picikét a HP-ra. Így. Meg lesz az. Oké. Okay. Több a HP. 154, 155. Jó. Jó. Akkor én ebből kiszedem a drága követ. Hozzáadom. Így, és még húzok rajta. Több lett a HP-m. Egy 500-al kevesebb kávé a sebzésem, de a HP-m az többet. És nekünk most az számít. Azt a moskost, mekkorát ütsz? Azt a kurva élet. Ott is van, srác. Hát meg is van a kazamata egyik. És kaptam egy papucsot is, ami badass papucs. És ugyanez, hogy drága kő. Bár ennél kereshetnék jobban, de most vagyunk 50.002 darab kőnél, ami azt jelenti, hogy én ezt hagyom, kiveszem, belerakom ide, hagyom, hogy ez így maradjon, tehát hogy legyen, és utána az erődnél felfejlesztem az erődöt, ami 2 napba telik. Azt a mocskos, 2 nap felfejleszteni az erődöt. Na, szóval ezt most így csináljuk. Céheknél megy a támadás, arra fel lehet készülni. Ötezredik helyen vagyok, aha. Zsabó Zsazsé. Oké, megtámadjuk. Hát ő kapta. Oké. Eléggé. Jóra csináltam a karaktert, úgy gondolom. Gyilkológépet. Nem lehet megállítani. Na jó, egyet kaptunk. Király. Egyből felugrottunk 4773-ra. Oké. Okay. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Na, küldjük dolgozni az emberünket. Király. Jó van, srácok. A mai SF véget is ér, és aztán tudjátok, fedd van a YouTube-ot. Akit érdekel, vissza tudja nézni, meg tud rá dobni egy lájkot, aki úgy gondolja, csekkolja le mindenféleképpen a dolgokat majd Jetubon. 2000 hely előre át azért nem, de igyekszik az ember. Hát meg ne horkolja már. Köszi szépen. Na, jó, srácok, ennyi volt az SF. Holnap reggel szerintem még fixen fogjuk folytatni. Tudira.